Közösségi régészeti kiállítás nyílt a Vosinszky-Mor megyei múzeumban az évtizedek alatt összegyűjtött leletekből. Ódor János, az intézmény igazgatója úgy fogalmazott, egy nagyon hosszú folyamat betetőzése ez a kiállítás, hiszen a 70-es évektől kezdve folytak olyan ásatások és kutatások, amelyhez a civil szféra is komoly segítséget adott. Az elmúlt 5-6 évben pedig engedélyezték a fémkeresők használatát, aminek segítségével jelentősen megnőtt a leletek száma. Vannak közösségi háttérrel rendelkező terepi kutatásaink, itt is 3 tárlóban is látható, például a regői vaskori halomnak az ásatása volt ilyen, vagy Decs-Ete mezőváros kutatása volt ilyen, vagy az elmúlt években Kisszékely középkori plébánia templom kutatása volt ilyen, de a kiállításnak a nagyobb részét ez az elmúlt évek fémkeresős kutatási anyaga teszi ki. Ezzel a módszerrel több 10 000 tárgy érkezett a múzeumba a megye különböző területeiről, melyből most 850 darabot állítottak ki. Rácz Tibor Ákos, a Közösségi Régészeti Egyesület elnöke elmondta, ugyan mindig volt kapcsolat az elhivatott civilek és a múzeum között, a közösségi régészet fogalma még viszonylag új, és Tolna megye az egyike azon területeknek, ahol él ez a közösség. Egyre inkább azt látjuk, hogy a múzeumokat és egyáltalán az egész régész szakmát ezt tudja leginkább megújítani. Tehát sok szempontból megújításra szorul ez a tudományterület, nagyon sok szempontból ugye forrásszegény, és rászorul, mint ahogy a múzeumok mindig is rászorultak a civileknek a segítségére. És itt egy olyan típusú friss kezdeményezésről van szó, amiben egyre több és több új energia szabadul föl. A kezdeményezés része, hogy oktatást szervezzenek azoknak, akik érdekeltek a régészeti kutatásban, és integrálják a fémkeresős feltárásokat is országszerte.